Ma ismét kedd, és ahogy azt már megszokhattuk, fogadó óra adásban. Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket! Március 15 és április 15 között az erdőültetés haba van. Idén azt hiszem, hogy nem lesz túl egyszerű az erdészeti dolgozók munkája. Erről beszélgetünk mai vendégünkkel, Balog Istvánnal elnézést Balogh Sándorral, a Tasnádi Magánerdészeti Hivatal igazgatójával. Szeretettel üdvözöljük a stúdióba. Kezdjét csókolom, én is üdvözlöm a tévénézőit. Mernek úr, a, az erdés, tehát erdőültetés haba, miből áll ez, mikkel foglalkoznak ilyenkor az erdészeti hivatalok, az erdészeti munkások? Mint ahogy tetszett mondani, március 15, április 15 erdőültetés hava. Már a neve is elmondja, hogy a nagy részét az erdészeti munkáinknak most az erdőtelepítésnek a, a dolga foglalkoztat. Mármint az új ültetvények létrehozása és a, a meglévő ültetvényeknek a kipótlása, a hiányosságoknak a kipótlása, hogy a következő évadban azért az erdő tudjon zöldelni. Szatmár megyében körülbelül 67 ezer hektár erdőterület van, tudomásom szerint. Hát. Ennek lassan itt-ott fele magánkézben van. A Kik gondozzák ezeket az erdőterületeket? ezeknek az erdőterületeknek nagy részét még azért az állami erdészeti hivatalok gondozzák, de egy 40-45 százalékát azért már magán erdészeti hivatalok gondozzák. Szerződéses alapon ők foglalkoznak a teljes munkálatokkal, vagy csak az erdők őrzésével? Tehát a törvény, tehát az erdészeti törvény kimondja azt, hogy kötelező a tulajdonosoknak egy erdőrzési szerződést kötni egy erdészeti hivatallal, azon, azon, kívül a többi munkálatokat az erdészeti hivatalok szerződéses formába látják el. Mindezek ellenére még mindig vannak olyan erdőterületek, amelyek visszakerültek a valahai tulajdonosokhoz, és nem tisztázott a helyzete, nem tisztázott az őrzése, a továbbfejlesztése, egy szóval a fenntarthatósága. Igen, van, van ilyen példa a megyébe, van ilyen példa a mi erdészeti hivatalunknál is. Általában olyan helyeken történik ez meg, ahol a, a tulajdonosnak az erdője, úgymond védve van, tehát nincs, nincs kitéve olyan, külső behatásoknak, mint falopás, vagy akármi tűz problémák, vagy ilyesmi, és akkor ő úgy gondolja, hogy nem köteles arra, hogy ilyen szerződéseket kössön. Váltig az erdészeti törvény ezt előírja, és ezért az erdészeti felügyelőség azért büntetéseket is róhatnak ki. Meddig lehet ezt a helyzetet így elvadázni? Ezeket a helyzeteket sajnos az utóbbi tíz év azért elodázzák az emberek, mert uh, még egyenlőre egy ilyen büntetést az erdészeti felügyelőség nem, uh, nem rót ki. Egy az, hogy uh, nál, tehát, uh, így általánosságban nehezen tudjuk uh, be, tehát, uh, behatárolni, hogy kinek az erdeje, uh, per pillanat ki foglalkozik vele, mármint ki uh, a gondozója, vagy ki a tulajdonosa mert már lehet, hogy az, aki a birtoklevelen szerepel, vagy a tulajdonosi papírokban szerepel, már vagy nem tulajdonos régóta, eladta ilyen kézi szerződésekkel, vagy, vagy már nem él. És erre a törvény semmilyen megoldást nem nyújt. A felügyelőségi hibatal az nálunk a megyében, hát meglehetősen gyér, adva lévén, hogy a Négy megyében van egy hivatal? Nem mondhatnám azt, hogy nem, nem mondhatnám azt, hogy ér. ők most egy ilyen átalakuló periódusban vannak. Szerintem jól fog működni az erdőszeti felügyelőség. Kell egy kicsit várni, míg, míg ők is visszakerülnek a normál kerékvágásba, a törvénykezés, ami az ő működésüket szabályozza. Személyzet felvételét is ösztönzi, gondolom az anyagi része is egy kicsit meg fog változni az egész munkakörnek. Tehát ezt majd meglátjuk, amikor komplekten hatályba lép a törvénykezés, ami őket szabályozza. Jelen helyzetében hogy néz ki az erdészeti felügyelőség? Tehát, Legalábbis az, aki szat már erdejeit felügyeli. Tehát Nagyváradon van a központjuk, és minden megyében van egy alközpontjuk. Tehát van négy mérnökük, akik elvégzik az ide szóló munkákat, felügyel, felügyelik a munkákat. Nem könnyű, a, nem könnyű a, a munkájuk, mert ami a legfontosabb, az, hogy emberhiányba küzdködnek. Tehát az erdészeti törvény kimondja azt, hogy kell legalább egy mérnök 12 ezer hektára, aki a felügyeletet végezze. Szerintem ez eléggé kevés, de ez a minimum. De ők még Tehát ezt... akkor Szatmár megyében még a minimum sincs Igen, ezért, ezért, mondom, hogy az új törvénykezés, ha jól tudom, ország szinten több mint 700 ember, tehát erdészmérnököt szeretnének alkalmazni ehhez a felügyelőséghez. hány magánerdészeti hivatal működik jelenleg a megye területén? Három erdészeti hivatal működik a megye területén. Három magán? Igen, három magán. Ezen erdész. kívül a... És még a, négy állami erdészeti hivatal. A, a négy állami er, négy-öt állami erdészeti hivatal, nem tudom egészen pontosan. Öt, bocsánat, öt, öt igen. Öt, igen, ők a, a, az állami Erdészeti igazgatósághoz tartoznak. Igen, igen. A, a három magánhivatal külön-külön működnek? Igen, külön-külön működnek, minden, mindegyik uh, saját magát uh, tartja el, látja el. Hol vannak ezek? Tasnádon? Az... Tasnádon, uh, Csomagközön van, Károly mellett az egyik erdészeti hivatalunk a központja, és a másik erdődön. Meglepő az a tény hogy három erdészeti hivatal, három magán hivatal működik, és mind a három azon a részen, ahol gyakorlatilag a legkevesebb az erdő. Lévén, hogy a zavasban feltételezem, magánkézben is sokkal több erdő van, mint a, a síkvidéken. Igen, de tudni kell azt, hogy ez a három magánerdészeti hivatal, azért az avasban is eléggé szép, szép területet gondoz, úgy erdőt, mint a Csomagköz közérdezet hivatal. Nekünk Csomag te... közről az avasba igen. mennek az, erdő, az erdőket rendben tartani, felügyelni. Igen, igen. és úgy szintén erdődről is. Tasnádnak hány hektáron fekszik? az a bizonyos erdőterülete, amit adminisztrál. Most, most jelenleg 4600 hektáron fekszik az a terület, amit mi adminisztrálunk. Ez az összterület, tehát az össz erdőterület, vagy ekkora kiterjedésű helyen van imitamot egy-egy parcella? Nem, ez egy majdnem összefüggő erdőterület. Majdnem összefüggő erdőterület, több polgármesteri hivatal, több közbirtokosság, és Egyházak, iskolák és magánszemélyek, és azoknak a társulásai. Amint említette az előbb, vannak olyan erdőterületek, amik be vannak az erdő közepében, és a tulajdonos nem hajlandó adminisztrációs szerződést kötni. Létezik-e erre valami megoldás, hogy valamiképpen azt a területet is, őrizzék, őriztessék? Hát elméletileg az a terület is őrizve van. Tehát azért, mert benne van egy, egy nagyobb erdő részbe, az is őrizve van. Egyetlen egy probléma, hogy ott semmilyen munkát nem végezhetsz el. Mert a tulajdonos nem, mert ő zaklatásnak is veheti azt, ha őt a birtokában lévő erdőben valamit elvégzel. Próbáljuk szép szóval rábírni, hogy kössön egy Őrzési szerződés legalább nem más munkálatokra nem mindig, nem mindig sikerül. Mikor ez a törvény kijött, akkor arról volt szó, hogy a tulajdonosnak ez gyakorlatilag semmiben nem fog kerülni, mivel hogy az erdő megtermeli azt az összeget, ami fedezi ezeket a költségeket. Hogy áll a helyzet a valóságban? Valóságban a helyzet úgy áll, hogy az erdő megtermeli azt a, tehát azt a pénzt, amiben kerül az erdőnek az őrzése. Viszont egy bizonyos, tehát az erdő korosztályokra van leosztva. Tehát az az erdő, ami idősebb vagy egy bizonyos kort meghalad, az termel faanyagot. Ha termel faanyagot, akkor nyereséges is lehet. Van olyan erdő, fafajta szempontjából, ami nem nyereséges, ahol nehezen lehet a fát értékesíteni, az nehezen termeli meg azt a pénzt, ami a fenntartására szükséges, de viszont úgy, ha általában veszük azért az erdészeti, tehát maga az erdészeti munkák, tehát a munkákra való pénzt az erdő fedezi. Lehet, hogy a tulajdonosnak tiszta profitja nem nagyon származik az erdőből, de azért nem kell a sárgyzsebéből pénzt kihúzzon arra, hogy fedezze az erdőnek a költségét. Ezzel kapcsolatban éppen most érkezett egy kérdésünk Hauk Ottótól. Azt kérdezi, hogy neki, hogyha erdőterülete van, és nincs közelben magánerdészeti hivatal, akkor van-e olyan erdészeti hivatal, amelyikhez fordulhat, ha nem szeretné, az állami hivatallal? Gondoztatni az erdejét. Meg kell nézze, hogy milyen, milyen helyiséghez van közel, meg kell nézze, hogy a három erdészeti hivatalból még van közelebb hozzá, és akkor el kell kezdje. Tehát egyszer kell beszéljen az egyikkel, hogy lássa, hogy ott van neki, van annak az erdészeti hivatalnak érdekeltsége, vagy nincs erdő, amit őriz vagy gondoz, és akkor ezt így lépésről lépésre meg tudja oldani. Tehát, hogyha úgy adódik, akkor a, kiterjeszti az erdészeti hivatal, tehát az a bizonyos magánerdészeti Persze. hivatal a munkáját más területre is. Igen, igen. A Befolyásolja-e ezt az a tény, hogy esetleg közelben másik erdészeti hivatalnak a területe lehet? Nem, tehát ez nem kifejezetten. Tehát nincs ilyen, nincs ilyen probléma, mert a tulajdonos azért tulajdonos, hogy. Jogában áll eldönteni, hogy kivel dolgozik. Tehát úgy gazdasági szempontból, mint technikai szempontból. Mert vannak tulajdonosok, akik azt mondják, hogy az állami erdészet kezeli jobban az erdőjét, ő akkor elmegy az állami erdészethez, vagy azzal dolgozik. Tehát azért tulajdonos, hogy el tudja dönteni, hogy kivel akar dolgozni. És ez így, így is jó. Tehát í, így van jól, hogy a tulajdonos érezze, hogy van erdője, hogy ő tudja eldönteni, hogy neki mi a jó erdőkezelési szempontból ha nekem, mint tulajdonosnak nincs szükségem a faanyagra, hogyan történik a kitermelés egy a bizonyos hivatal keretén belül? Tehát az erdészeti törvény ezt úgy szabályozza, hogy a, tehát azok a tulajdonosok, akinek évente 20 köbméter, 20 kömméter fát termelhet ki a tulajdonából, a saját maga kitermelheti, semmilyen, tehát semmilyen szakképzett céget nem kell erre fogadjon. Viszont egy olyan tulajdonosnál, ahol ez a mennyiség meghaladja 20 köbméter per év, ott már a törvény kötelezi, hogy szakképzett céggel termelje ki, utána a fát az erdészeti hivatal által kiállított szállítólevelekkel ő úgy értékesíti, és annak, akinek ő akarja. Vagy, Felvállal... ha, vagy, vagy ha ő úgy gondolja, hogy ő evel nem akar foglalkozni, vagy ez neki nehézkes, akkor megegyezik az erdészeti hivatalal, és akkor közösen megbeszélik az árat, hogy mennyibe értékesítik, és akkor... Tehát felvállalja az persze, erdészeti persze. hivatal ezt a munkát is. Igen, igen. Az erdészeti hivatal általában nyereséges, veszteséges vagy uh, uh, tehát nem profit orientált. Mint akármilyen más cég, az erdészeti is profi, profitorientált, mert beruházásokat egy erdészeti folyamatosan kell csinálni, úgy erdészeti gépek szempontjából, mint, mint más kisebb beruházásokra, számítógépekre, programokra, használati tárgyakra, amire viszont költeni kell, így hogy... Csak profitból lehet ilyesmit rendezni. Tehát az előszeti hivatalok, mint akármilyen más cég, profitorientáltak. Tehát akkor nem úgy kell elképzelni, mint egy egyesületet, mint a valahai régi kollektíveket, no, hogy nem. elméletileg minden cégt osztottak, ami nem. volt. Nem. nem, tehát ez ugyanúgy működik, mint egy akármilyen másik magáncég hogy más, máskülönben az állami erdészeti hivatalok is uh, profittal dolgoznak, Abszolút. mert uh, uh, nekik azért, uh, tehát mi nálunk is a vezetőtanács uh, elvárja azt, hogy profittal dolgoznak. Nem szabja meg, hogy mekkora profittal, de viszont... Uh, de mindenképpen profitorientált. Uh, így van. A, hogyha több parcella van, valószínűleg tulajdonosak másképp képzelik el a zertei működtetését, fenntarthatóságát. Én szeretnék tüzelőanyagot kitermelni belőle, a szomszédom szeretné eladni a faanyagot, a feldolgozásra a másik szomszéd, ő nem szeretne egyáltalán belőle semmit se kivenni, hagyja, hogy nőjenek a fák. Ezt a bejövetelt végül, annak arányában osszák meg, ahogy megegyeztek a tulajdonosokkal? Ez, ez nem így működik. Tehát a, a, tehát, az állami, tehát a magánerdészeti hivatalok csak a, a polgármesteri hivatalok erdejének a kezelésében történik ez a dolog. Mert... A többi viszont, a többi tulajdonos, mint az egyházak, közbirtokosságok, magánszemélyek, ők a fájukkal szabadon rendelkeznek. Tehát ők úgy adják, veszik, jó, megkérdezik az erdészeti hivatalt, hogy körülbelül mennyi is, milyen a piaci ára a fának, amit neki kitermelünk, vagy amit neki bélyegeztünk, és akkor ő azt szerint adja vagy nem adja a fáját, vagy bélyegez, vagy nem bélyegez. Viszont a. a polgármesteri hivataloknál, ott igen, tehát ott megvan, tehát ott szerződés keretben megvan szabva, hogy ennyi, tehát ennyi marad az erdészeti hivatalnak, ennyi, az erdészet, ennyi a tulajdonosé. Tehát akkor ez, ez, valójában mindenhol parcella függő. Erdő, függő, tehát az, az erdőnek az életkorától, a fafajtáitól függő, hogy Mennyi jövedelme, mennyi költsége van a tulajdonosnak, legyen az úgy, akármilyen. És ezt általában tömbbe határozzák meg? Igen, igen. Tehát ez minimum 100 hektár, ez az üzemterv, ami ezt meghatározza, ezt minimum 100 hektárra lehet megold, tehát létrehozni. Van tulajdonos, aki külön magának üzemtervet csinál, mert neki nagyobb, mint 100 hektár a tulajdona. Vannak kisebb tulajdonosok, akik társulnak az üzemterv létrehozására. A Tasnádi Erdészeti Hivatal területén belül mekkora a legnagyobb földterület, ami egy tulajdonosé magánszemély kezében? 273 hektár. Ez, ez a legnagyobb tulajdon, ami magánkézben van. Tehát, mint magánszemélynek a kezében van. Ezen kívül vannak a polgármesteri hivatalok? Nem, ezen, igen, vannak területei. a polgármesteri hivatalok, akik 200 hektáron fölül vannak, vannak közbirtokosságok, akik jóval 200 hektár fölött vannak. De ott már több a tulajdonos? Hát ott maga a közbirtokosság a tulajdonos, ott, ott érdekes a dolog, mert ők tulajdonosok, tehát közbirtokosság a tulajdonos, de ott minden tulajdonosnak olyan, mint egy, mint egy tehát ahol rész, részeket, tehát mindenkinek megvan a saját kis része a, a, nagyból. És akkor ő azt szerint, amennyi az ő tulajdona, annyi a részesedés, annyi százalék a részesedése. És mekkora a legkisebb erdőterület, amit adminisztrálnak? 20 áré. Attól alább nem veszik be, vagy attól alább nem szükséges, hogy őriztessék esetleg? Minden erdőterületet őriztetni kell. A tehát azt szokták mondani, hogy az tehát 50, 50 árító felfele az erdő. De viszont sajnos a visszaszolgáltatási periódusban, tehát periódusban olyan tulajdonok is voltak, hogy 7 ári 6 ári, ári, ári ezek benne vannak a nagy tömbbe, de hát ezek annyira pici területek, hogy... És valószínűleg voltak a régi tulajdonosok, annak 10-15-20 örököse egy. ezek már nagyon ele, ennyi, egy hektárnyi területre az már. Nagyon-nagyon kicsike, és ez már nem mérvadóak ezek, mert nem, nem sok van ilyen. Van egy pár, de nem mérvadó. Általában ezeket el is szokták adni. Gyorsan el is adták a, a birtokba a helyezés után, egy-két hónappal ezek a szomszédok meg is vásárolták. Mert ez nagyon nehéz behatárolni tehát egy 6 méter széles parcellát és 700 méter hosszút, ezért azt nagyon nehéz behatárolni. Időközben szeretném felhívni kedves nézőink figyelmét, akiknek erdő, erdészeti problémával kapcsolatban kérdésük van, folyamodjanak, kapcsolódjanak beadásunkba, mérnök úr szívesen válaszol a kérdésekre. Mint ahogy válaszolunk, harkai Péternek is, aki műsorunk címéhez, függően az időjárási viszonyokhoz, miért erdészeti munkálatok felől érdeklődik, a, milyen az előre látható időjárás ezen a környéken, és a, mikor lehet elkezdeni az erdészeti munkálatokat. Hát az nem könnyű megmondani, hogy milyen a. a az időjárás előrejelzés, mert eléggé, eléggé, nem kedvez az erdészeti munkáknak. Mondhatjuk azt, hogy mik az erdészeti munkákat, már mint a faültetést elkezdtük már egy jó hete. Nagyon nehezen haladunk vele, mert nem alakul ki egy olyan periódus, hogy 5-6 nap jó idő, hogy ne essen az eső. Nagyon nehezen lehet a területet letakarítani, és utána nagyon gyorsan kell ültetni a fákat befele, hogy, hogy azért beleférjünk oda, hogy ne, mert vannak olyan fajták, amik már ilyen plusz 12 fokos melegben már azért a rügyek kezdenek bomlani kifele, és utána már nem lehet majd ültetni. A megye keleti felé, fele belvízzel küzd. Igen, Tasnát környékén is fennáll ez a probléma? Igen, Tasnát környékén is fennáll a probléma. A csemetéket már a ültetési területekre eljutattuk. Most várjuk, hogy egy picit vonuljon vissza a belvíz, a nedvesség egy kicsit csökkenjen, hogy lehessen valamennyire elkezdeni az ültetéseket. Ahol kicsi a belvíz, oda lehet ültetni, vagy inkább várják meg, hogy elvonuljon? Tehát, ahol a nedvesség, tehát ahol a nedvesség nem túl sok, tehát nyugodtan lehet egy gödröt ásni, hogy lehessen bele a fát normálisan ültetni, ott el lehet kezdeni nyugodtan az ültetést, semmi probléma nélkül. A Macodi Gáspár kérdezi, honnan lehet tölgyfa csemetéket beszerezni, és hogyha a területén áll a víz, akkor inkább ősszel ültesse, vagy még az idén hozzá lehet fogni. A tölgyfa az erdészeti hivataloknak a csemetekertjéből lehet vásárolni. Ilyenkor már elég, elég nehézkes, mert minden csemetekert azért biztosította a, a, piaci, a piaci, felvásárlás, piaci felvásárlást, tehát hogy legyen meg a felvásárló rétege. Még azért lehet, lehet találni tölgyfa meg kell, tehát a területet le fogják kanalizálja, hogy azért ez a víz ne álljon rajta. Ha ezt meg tudja tenni, akkor még április 15 éig még nyugodtan lehet ültetni, ha nem, akkor viszont már csak ősszel. Akkor is, hogyha beindul a, a vegetáció. Nem, nem, a... nem. Tehát akkor, mikor már a fáknak van, már a rügy kifakat, akkor már nem lehet ültetni, akkor már nincs értelme vele foglalkozni, mert a fa nem fog megmaradni. Túl nagy a sokkal, az átültetési sok, és nem fog megmaradni. Ősszel lehet tölgyfát ültetni? Lehet tölgyfát ültetni. Hogy esetleg kedves nézünk. Igen, lehet tölgyfát ültetni valamikor uh, november vége, december eleje, hogy a, tehát ne, ne érje a fagy. Mikor már a lomb mikor már a, a hat, mikor már a lombokat, nagyjából. Mikor már a lomb lehullat, igen. Ja, mikor lehet fenyőt ültetni? Fenyőt inkább uh, tavasszal, inkább tavasszal lehet ültetni. A magasabb területekre, tehát 700-800 méter magasság fölé a nagykönyv azt írja, hogy a, a hó olvadása után már lehet fenyőt ültetni. Tehát azt már, már régen elkezdték. A fenyőkre vonatkozik Hegedűs Ernő barátom kérdése, aki a, a zúzmok miatt aggódik, mivel hogy sajnos az országban, ahogy... A, hegyekbe járunk, erdőkbe, összefüggő hektárokat látunk, amit az Uzmó elpusztít. Hogyan lehet ez ellen védekezni? Miért nem védekeznek ellene? Hát, És mi lehet ennek a következménye? Tehát maga az Uzmók nem teszik nem teszik tönkre a fenyveseket. az Uzmók jelen vannak, tehát jelen vannak a fenyvesekbe, a, az északi fekvésű fenyvesekbe leginkább, tudva azt, hogy szeretik a nedvességet és a, a meleget, mint akármilyen, akármilyen élésködő azért meg, megviseli a, a növényt, amire rátelepszik, olyan nagy károkat nem, 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 nem okoz az uzmó, nem is nagyon szoktuk, tehát kezelni, tehát nincs, nincs mivel kezelni. De megfelelő körülmény biztosít a tehát, többi kártevőknek. Igen, megtörténhet, hogy egy idő után, ha maga a faállomány, tehát maga az erdőállomány kezd túlkoros lenni, és már a vegetáció nem olyan aktív, mint amilyen mondjuk egy fiatal, tehát egy fiatal életképes erdőnél van, akkor igen, akkor már megtörténhet, hogy gondot okoz. Viszont ahogy az erdészeti nagykönyveikbe írják, az, az erdő újra, újra a telepítésének az első mozzanata az, hogy az erdőt le kell, az fát le kell termelni a területről. És kitermelhető-e még ez a bizonyos fa mennyiség akkor, hogyha kiszárad? Gyakorlatilag. Igen, igazság szerint, nem. tehát valójában nem kéne megvárni azt a, azt a momentumot, ameddig a fa kiszárad, mert akkor normális hogy minőségileg akkor már romlik. El kell, tehát meg kell nézni azt a pillanatot, amikor, amikor már az erdő nem tartható tovább, és akkor, akkor kell lépni, akkor kell letermelni, akkor kell olyan munkálatokat elvégezni, hogy biztosítsuk az erdő folytonosságát a területen alulírom én is Ernő aggodalmát, mivel hogy ö, járkálok sokat a természetbe, és láttam, hogy egyik évben még csak egy-két fa volt, amit ellepett az úzmó, és következő évben már egész erdő rész, egész kis fenyves volt, ami ö, hát, zúzmó volt lentről egész felig, és ö, Hát ilyen helyen valahogy úgy érzem, hogy a rovarok is sokkal jobban jelen vannak. Igen, mert ahogy mondtam önnek, hogy a, az erdő, ha egy bizonyos vegetációs mondjuk egy ilyen lejtőre ér, akkor persze, hogy az ellenálló képessége csökken. És akkor megjelennek a kártevők is, akik rásegítenek erre a, a dologra. Vannak így a. A szúvasodás, ami megtörténhet, megjelennek a, a szúnyogok, amik a lárváikat a kéreg és a fa közé leteszik, le és akkor ott már megkezdődik egy olyan folyamat, ami visszafordíthatatlan. Sajnos ez Romániába, nem csak Romániában, hanem nagyon sok Európa országaiban, ahol a fenyvesek jelen vannak, ott ez a betegség azért elég nagy problémákat okoz a klímaváltozás befolyásolja? Több valószínűleg igen. klímaváltozás is, tudván azt, hogy tél nem nagyon van, tehát mint régen voltak ilyen mínusz 20-25 fokos hideg periódusok, egy hónap, másfél hónap, két hónap, ami azért a kártevőket eléggé megviselte. Sajnos most már az utóbbi időben ilyen nincs, és ezt ők kihasználják, tehát jobban fel tudnak erősödni tavasszal. A permetezés mennyire fontos az erdőben? Mennyire szükséges? Mikor kell? Permetezni nagyon, tehát ez a munka ez egy rettentesen költséges munka. Tehát permetezni, permetezni. igen, permetezni csak helikopterrel vagy repülővel lehet. Maga, maga a szer is nagyon költséges, és amennyire lehet ezeket mik <coughs> elnézést míg ezeket kerüljük. Mert az erdő azért szabályozza, tehát maga a természet szabályozza a populációknak a nagyságát, tudva azt, hogy minden populáció elér egy maximumot, ami után csökken, mert vagy nem lesz már tápláléka és amiatt, vagy megjelennek olyan vírusok, vagy olyan, olyan kártevők, amik őt teszik tönkre, és akkor, ezért mondom, hogy csak az utolsó stádiumban Szoktunk permetezéshez folyamodni. Az erdők permetezése befolyásolja valamiben a környezetet, tehát káros lehet esetleg az erdőre? Vagy, vagy az erdő élővilágára? Most már vannak olyan szerek, olyan permetszerek, amik nem károsítják az erdő, az erdő többi élővilágát. Valamikor olyan szereket használtak, hogy nem számított, hogy milyen mellékhatásaik vannak. Most már próbálnak előállítani olyan szereket, amit lehet használni az erdőbe, és csak egy bizonyos kártevőt tesz Még azért van mit köszörülni ezeken a dolgokon is, de már jó irányba haladnak. Az állatvilág szaborulatát befolyásolhatja ez? Tehát lehet mérgező esetleg az állatvilágra? Nem. Nem, nem használnak olyan szereket? a Enikő a szúnyogírtással kapcsolatban érdeklődik, az erdőbe írtják-e a szúnyogot, lehetséges, szükséges-e? Szúnyogot az erdőbe nem írtjuk, és nem is szükséges, mert uh, egy uh, fölösleges akció, mert nem, nem tudod tehát, azért, tehát nem mert, lehet olyan mértékben írni, amilyen mértékben szaporodik. Nem, mert a szúnyognak egy nagyon kicsi tócsa is elég arra, hogy tudjon szaporodni, úgyhogy nem. Tehát az erdőben ilyesmivel nem foglalkozunk. Megjelentek nálunk is ezek a bizonyos afrikai szúnyogok, amelyek vírusokat terjesztenek. A, hát feltételezem a természet ez, ezeknek megfelelő körülményeket biztosít ahhoz, hogy kellőképpen szaporodjanak, ezeket nem lehet ezeket sem írtani. Olyan mértékben nem igen lehet, hogy egész több nem. száz hektáron. Nem, mert nincs is, tehát nincs is mivel, és a másik nincs, nincs rá fedezet, nincs rá anyagi keret. az egyensúlyt felborítja ez, tehát az élővilág egyensúlyát az, hogy megjelentek új fajok. Igen, meg felborítja, mert a többi élőlénynek, meg a, ugyan a, növény, mint az állatvilágnak, azért hozzá kell szokni az új, tehát az új fajok jelenlétének, és ez nem mindig, ez egy ilyen átmenet alatt megy végbe. Azért van olyan Biztos lesz olyan faj, ami ezt nem fogja díjazni, hogy új élőlények jelennek meg az ő élővilágába. A szatmáron tapasztalható-e már hasonló jelenség? Szatmáron. Tehát a szatmár megyei erdőbe, gondolta. Igen, amivel most uh, uh, találkozunk, uh, kezd megjelenni az aranysakál. Tehát uh, ez egy olyan. Uh, ragadozó, ami nálunk nem honos, de lassan-lassan Bulgária felül azért jelenik megfele. Reméljük, hogy nem fog nagyon elszaporodni, de már, de már jelen van. És ez azért legalábbis a vadállományt azért már, már tizedeli, és viszont ha ez kifoghatni a többi jószágra is, ami kint van tartva, legyen az nyáj, vagy csorda, vagy akármi más. Magyarországon bizonyos farkas fajokról. Tehát pontosan az aranysakálról beszéltek ott is. A, ott állítólag már tizedeli a nyájakat. Itt volt már hasonló? Megjelent, tehát megjelent Szatmár megyébe is, de még nagyon, nagyon kis számba, tehát egy, két egyed, három, három egyed már láttunk. A klímaváltozással kapcsolatban nagyon sokan panaszkodnak a vaddisznó szaporulatára. Állítólag jobban szaporodik? Nem, a, vaddisznó, a vaddisznót a, klíma, a klímaváltozás nem serkenti arra, hogy jobban szaporodjon. A, tehát maga a vadállománynak két bizonyos alapfeltétele van, hogy szaporodjon. Az egyik az, hogy élelme legyen és csend legyen, tehát nyugodtan ne legyen zavarva. Tehát ez a két dolog megtörténik, akármilyen akár vad jobban szaporodik, mint ha mindig űzve van, vagy mindig zavarva van. Tehát ez a két feltétel, ha neki adva van, akkor persze is. Tudni kell azt, hogy a vaddisznó egy szapora állat, tehát egy vaddisznó fel tud nevelni 7-8 kicsi egyedet probléma nélkül, ha nincsen bántva. Ez nagy károkat okoz a mezőgazdaságban? Igen, sajnos igen, elég nagy károkat tud okozni. Megpróbálom mindent elkövetni azért, hogy valamennyire kordában tudjuk tartani, de tehát uh, egyedül még nem tudjuk ezt megcsinálni, ezt a gazdákkal együtt fog kelleni megoldani, mert uh, úgy lehetünk hatásosabbak. A, a gazdákkal együtt. Tehát hogyan tudnak védekezni a gazdák? Elsősorban. A kerítések. Uh, igen, az utóbbi két évben próbálkoztunk, uh, villanypásztoroknak hívják ezeket a nem kerítésnek, hanem villanypásztornak. Aki, aki tehetősebb, az megoldja, megoldja kerítéssel is. Láttam már olyan területeket, ahol bekerítették. De a legjobban, tehát a legjobban villanypásztorral fog lehetni védekezni. Ez engedélyezett? Meg van engedve? Igen. Nem, nem, zavar senkit az, hogy a villanypásztor. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy villanykerítést. Tehát ez nem, ez nem magas feszültségi áram van benne. Ebbe egy olyan áram van, ami megrázza azt, ami hozzáér. Tehát ez nem halálos, csak egy olyan dolog. De távol tartja, kap. de nem uh, sem meg nem, az állatot. Nem, nem. Uh, milyen mértékű a vadászhatósága például a vaddisznónak jelenleg? Tehát a vadászhatósága, a vadászati törvény az tavaly ősszel uh, módosult, uh, nem éppen nem éppen úgy, ahogy gondoltuk volna, a vaddisznó vadászható egész, egész évben, de csak a csak, a, 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 tehát csak a kanok, tehát csak a férfi egyedek, de viszont ez, ez nem lesz hatásos, mert amikor már a, tehát a vetések kezdenek 20 centit meghaladni, akkor már nehezen tudod megállapítani, hogy mi micsoda. Így, hogy ezen a törvényen még fog kelleni csiszolni, mert így, ahogy, ahogy most előírja, így egy kicsit, neheze, egy kicsit megnehezítette azt, hogy évközben, tehát kultúrák létrehozásától egész a leszedéséig tudjad vadászni a vaddisznót, vagy legalábbis amennyire lehet távol tartani a kultúráktól. A túlszaporodás csak a vaddisznók esetében fordul el környékünk, környékünk. Egyenlőre, egyenlőre, igen. Így, mint, mint vadászati szakember is azért próbáljuk a, próbálunk a többi, faj, a többi fontos fajt is egy kicsit szaporítani, de azok egyenlőre kárt nem tudnak csinálni, mert nem lesznek, annyi, nem lesznek olyan létszámba. De ha az is Miről beszélünk? Fa... Szarvas, szarvas és őzállomány. Viszont ha azok is elérnek egy bizonyos szám egyedet, akkor azok is tudnak kárt elég szépen. Mi a helyzet az apró vadakkal? Hát az, vadak, az, apró vadak, szempontjából ott elég nehézkes, a, tehát nagyon sok vadászterületen az a, az a probléma, hogy a mezőgazdasági területeket, akik művelik, ezek a, az új generációs gépek, annyira halk járművek, hogy maga az apróvad észre se veszi, és már átment rajtuk. Tehát elég sok kárt tesz bennük a, az új technológia. Nem tudom mit csinálni, mert nincsenek ellátva ilyen riasztó berendezésekkel, hogy, hogy, előre jelezzék, hogy jönnek. Akkor ezen kívül sajnos a tavaly volt egy hatalmas jégeső, ami eléggé megdésmálta az apróvadat. És a tojás lerakás periódusában a legnehezebb probléma az, amikor belvizek vannak. Mert a fészkeket, tojást, mindent visz el a víz. Hozzávetőleg ez melyik időszak? Ez a május, június, július periódus, amikor ha túl sok az eső, akkor, akkor megtizedeli az államányt. És főleg, ha jégeső van, akkor Igen. az aztán Igen. tarol sajnos igen. Tavaly, amikor voltak a nagy égesők, a tasnát környékét érintette? Ö, hála Istennek nem, egy nagyon, egy nagyon kicsi részét, de ott is csak inkább így a széleit a jégesőnek fogta ki a, úgy az erdő, mint a vadászterület, úgyhogy nem volt olyan, tehát annyira nagy kárt nem tettek a tasnát környéki erdőkben. Sem a növényvilágban, sem az állatvilágban? Nem, tehát inkább a Kraszna folyásától Szilágy megye fele érte nagyobb kár. Az erdőt és az állatvilágot is. Hogyan viseli meg például egy nagy égeső az erdőt? Hát, euh, elsősorban, euh, amit a tavaly láttunk, azt szerintem nem sokan látták, amióta léteznek. Tehát akkora jégeső volt, hogy a fákon kéreg nem maradt. Tehát szabályosan olyan fehér volt a fa, mint ez az asztal tehát ne is beszéljünk, de kérek se volt a fákon. Tehát szabályosan az a fa nem zöldült ki. Az le kellett utána tarolni, mert... Mekkora erdőterületet érinthetett ilyen mértékben? Hát egy olyan 20-30-40 hektárnyi, tehát nem volt egy, egy olyan... De, de, nem, de, nem egy kompakt terület, hanem így azért foltokban azért elkapta egy-egy helyeken az erdőt foltokban, de ott, ott aztán komoly károkat. Igen, igen. Tett. A, idén a tasnádi erdőkön, erdőterületeken a, mennyi lesz az újra erdősítés? Tehát a magánerdészet hivatalónak a területén 5,8 hektárt ültetünk újonnan. Ezen kívül még egy hektáron ilyen pótlásokat végzünk, tavaly és tavaly előtt ültetett erdőket kipótoljuk, és van és lesz még, lesz még hat, négy hektár, ami természetes felújulás. Okozott-e nagy károkat a tavalyi asszály? Az erdőültetés, tehát maga az erdőültetésben igen, minden év őszén még tartunk egy felmérést, ami alapján kimutatjuk, tehát ami alapján szabályozunk a következő évi uh, munkálatokat, tehát amit ki kell, uh, ki kell pótoljunk, uh, azokat előző év őszén számoljuk ki. Hát uh, az asszály miatt egy olyan 40 os vesztesége van a, az erdőültetésnek, ami eléggé tehetős mennyiség pénzileg is, meg uh, anyag, anyag szempontjából is. Ide most a, ő a az erdészeti hivatal biztosítja a csemetéket, vagy pedig a tulajdonos kell megvásárolja? Nem, az erdészeti hivatal biztosítja a csemetéket, mert Romániában, tehát nem csak Romániában, mindenfele, ahol erdészettel foglalkoznak, ezeknek a csemetéknek egy meghatározott forrásuk van, tehát honnan lehet a magot, a magot szedni, hogyan kell azokat elültetni, hogy kell a csemeteketből a csemetét kiszedni, ki, kivenni. Tehát ezeket az erdészeti hivatal biztosítja, erre az erdészeti törvény előír minden tulajdonosnak egy 10-25%-os árletartást a fa értékesítéséből, amit erdősítésre kell fordítani. Akkor ebből az összegből, amit mi letartunk minden köbméter eladása után, ebből fedezzük az erdősítési munkálatokat. A Tasnádi Hivatalnak van saját faiskolája? Igen, igen. Mennyi csemetét és milyen csemetéket termelnek itt? Tehát egyenlőre csak nyár, akác, kocsányos tölgy és kocsánytalan tölgy csemetéget termelünk. Ezek a fontosabb fajok, amiket tudunk használni. Csak, csak saját részre, ő. vagy eladásra is? Egyenlőre egy olyan 20%-át eladásra, 80%-át saját használatra. Megvásárolhatják a környékbeliek, vagy inkább csak hivatalosan tehát cégeknek? Nem. akárcsemetét, csemetét adunk el magánszemélyeknek, cégeknek, akinek akarják. Többi nyár és tölgyfa csemetét egyenlőre csak a saját használatra. Egy kérdés volt, ha valakinek van egy bizonyos kert része, kert, tehát szántóföld területe, és oda szeretne fát ültetni, annak érdekében, hogy fedezze a tűz, tűzifáját, megteheti ezt hivatalosan. Persze, mert a tulajdonával ő úgy rendelkezik, ahogy akar. Tehát azt utána ki is termelheti, hogyha ő ültette, vagy pedig erre már vonatkoznak utána az erdészeti törvények. Tehát azokra a területekre is vonatkoznak a, a kitermelési törvények, tehát maga a fa, fa elszállításának a procedúrája, mint az erdészeti területekre. De ez, ez le van egyszerűsítve, tehát azokra a területekre, amik nem az erdőben vannak, arra le van egyszerűsítve ez a procedúra. Gábor kérdezi, hogy a diófákat, diófa-ligetet lehet-e hivatalosan ültetni, hogyan lehet ezt később kitermelni. Tehát a diófa-ligeteket is persze hogy lehet ültetni, van is erre most egy elég nagy tendencia. <kül> volt, volt erre, egy úgynevezett diófa törvény is, ezt most biztosan nem tudom mondani, hogy ez még érvényben van, vagy nincsen, a mezőgazdasági minisztérium adta ki még a 80-as évekbe, de ki lehet, tehát mikor oda kerül, hogy lehessen kitermelni, ezeket is ki lehet termelni probléma nélkül. Mivel, hogy a diófára vonatkozott egy ha, ezt olyan nem. szabályzat, hogy ha egy diófát kivág, akkor... Ennek többszörösét kell újraültesse, és ehhez megfelelő helyet kell biztosítani. Most már vannak olyan, tehát vannak, most már utánolvastam, vannak ilyen, tehát most már vannak olyan diófaligetek, ami maga a diótermelésre vannak ültetve, és vannak olyan diófaligetek, amik, tehát maga a fanyagot termeljék. Azokat a, tehát azért, azért mondom, hogy nem tudom biztosan, hogy ezek a, ez a törvény még életben van, vagy ez meg volt most, vagy meg lett változtatva. Igen, így volt, hogy egy helyet nem tudom hányat kellett ültetni, de szerintem ez most már nem, nem hiszem, hogy érvényben lenne. Így műsorunk végén térjünk még egy kicsit vissza az erdőültetés habára. Önöknél általában mindig komoly akciók folynak ilyenkor, bevonják az iskolákat is a csemeteültetésekbe? Igen, bevonjuk az iskolákat, próbáltunk, próbáltunk óvodákkal is, csak ők még eléggé kicsik, hogy ezeket hogy őket be lehessen vonni, iskolákat, cégeket, polgármesteri hivatalokat, egyházakat, megkezdve a püspökségtől egész a legkisebb egyházközségig, és mondhatom azt, hogy nagyon, tehát nagyon aktívan részt vesznek, és ahogy látjuk, várják is, hogy hívjuk őket ilyen akciókra. Néha még az is a probléma, hogy nagyon keveset hagyunk nekik ültetni, mikor kijönnek a szabadba. Ö, idén hány iskolával, hány, hány hasonló akciót terveznek ebben a... Az idén főnökben. az időből, tehát az időtől függően egy akciót fogunk, egy akció van beter, betervezve, talán lehet, hogy kettő lesz, attól függ, hogy hogy tudjuk ezt az időjárással összehozni. Meglátjuk, hogy hogy fogja engedni az időjárás. Gyerekekkel lesz? Még nincsen teljesen letisztázva, de ha belefér, mert szokott lenni így, hogy iskola másképp, akkor ha belefér ebbe a programba, akkor nagyon szívesen közre működünk benne. Ha esetleg igény van rá, és uh, tanerők jelentkeznek, akkor uh, tudnak nekik helyet biztosítani, szakembereket, felügyelőket, akik uh, segítsenek. Igen, persze tudunk, biztosítani, igen. Ilyenkor önök biztosítják a csemetéket is. Csemetéket, a ásót, kapát, ami ehhez amit ehhez szoktak használni. És minden évben megünneplik az erdészek napját is ebben az időszakban. Idén mikor lesz? Az idén több mint valószínű, valamikor ősszel fogjuk megünnepelni, mert most így tavasszal nincs időre. Majd ősszel. Tehát most, most gond van az előkészítéssel. Is. Most, gond, most gond van az előkészítéssel, és próbáljuk összpontosítani az erőnket arra, hogy időre befejezzük a munkálatokat. Milyen csemetéket fognak -e erre a bizonyos 5 hektár valamennyire ültetni? Tölgy, kocsánytalan tölgy és kör is csemetéket fogunk ültetni. A vegyesen? Igen. Igen, mert nem, tehát száz százalékra tiszta fajokat nem lehet ültetni, csak vegyesen. Miért? Azért, mert a, a tehát a tölgyfej, tehát maga a tölgyfej lassan növő, és kell olyan csemete legyen mellette, ami egy kicsit nyomja őt felfele, hogy jobban tudjon fejlődni, a kör is a gyorsabban nő, és akkor ezt így a kettő együtt kiegészíti egymást. Tehát akkor ezt figyelembe kell tegye az is, aki esetleg erdősíteni akar, vagy faligetet szeretne. Igen, erre vannak erdészeti normák, és azokat kell figyelembe venni. Ott le van írva pontosan, hogy hogy. De amennyiben valaki valakinek hasonló szándéka van, szeretné a területét beültetni, akkor fordulhat Önökhöz tanácsért. Igen, nyugodtan állunk rendelkezésére. Köszönjük szépen azokat a tanácsokat is, amiket itt műsora, műsoridő alatt nekünk adott, és köszönjük, hogy itt volt velünk. Kedves nézőknek, a köszönjük a szíves figyelmüket, a viszontlátásra.